Ebéd utáni csendes pihenőből ébredeznek a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközösség Mandabokeri gyülekezetének gyermektáborában. Az egyhetes nappali táborban számos program várja a gyerekeket, délelőttönként tanulhatnak, sportolhatnak és kézműves foglalkozásokon is részt vehetnek. Minden évben, immáron most már a 10. éve szervezzük ezt a tábort, a nyári tábort. Évről évre mondhatom azt, hogy egyre sikeresebb. És a mandabokori gyülekezet területén, ez közel fél hektáros terület, ez a terület ad otthont egy héten keresztül a gyermekeknek. Ebben az esztendőben 124 gyermek van. Bízzák ránk a szülők, a gyermekeiket, 3 és 12 év közötti gyermekekről beszélünk. Az ebéd utáni pihenőt egy buboréksó követte kedden délután, melyhez közösen énekelve gyűltek össze a gyerekek. A táborban látványos programokat is szerveznek a gyerekeknek, hétfőn a közút munkagépeit nézték meg, de állatsimogatással és habpartival is készülnek a szervezők a buboréksó mellett. A porókus elmondta, a szórakoztatást kiegészítve mindennapos tanításra is készültek a fiatalok számára. Isten igéjéről tanítjuk őket, arról, hogy Jézusnak a különböző találkozásai különböző emberekkel hogyan történt, hogyan változott meg emberek élete, erről tanítjuk, aranymondást tanítunk, illetve utána pedig ehhez tartozó kézműves foglalkozások vannak. Illetve még van sportvetélkedő, ahol a gyermekek ilyen rotációban forgó rendszerben gyakorolhatnak különböző sportdolgokat. A tábort az evangélikus gyülekezet és az alapítványuk is támogatja, így fejenként 12.500 forintba kerül az egyhetes napközis tábor teljes ellátással.